Két nyelven, magyarul és horvátul előadott, közel egy órás adventi műsorral készültek a pécsi gimnazisták. Ők már évek óta visszajáró vendégek a Dombovári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyváró ünnepén. Ezek a felkészülések úgy zajlanak, hogy már jóval korábban, nagyjából egy hónappal korábban elkezdünk rá készülni, és folyamatában vannak a próbák, szinte mondhatni, hogy napi szinten nem az egész komplett műsor, hanem részeiben, elemeiben, és akkor van mindig egy olyan hét, amikor a főpróbák zajlanak, amikor együtt összepróbáljuk a különböző részeket, amiből a műsor összeáll. A Dombovári Tolna megye egyetlen horvát nemzetiségi önkormányzata. A testület elnöke azt mondja, ezért is különösen fontos számukra, hogy minden lehetséges eszközt megragadjanak ahhoz, hogy ápolják az anyaország kultúráját. Hát próbálunk úgy tevékenykedni, hogy értelme legyen, olyan programokat szervezni, amelyek tartalmasak, összefogják azt a kis csapatot, amivel rendelkezünk, illetve azt a szimpatizáns költ, akik már hagyományosan részt vennek a rendezvényeinken, illetve tartjuk azokat az emlékeket, próbáljuk frissen tartani, élőnek tartani azokat a múltbeli horvát gyökereket, amelyekkel Dombovár rendelkezik. A hagyományos gálaesten évek óta rendszeresen részt vesz Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is. Ő mostani köszöntőjében arról beszélt, öröm látni, hogy a pécsi diákok és a dombovári horvát közösség mindent elkövet azért, hogy a hagyományaikat életben tartsák. Én azt gondolom, hogy akik évről évre visszajövünk, és látjuk ezeket a gyerekeket, és látjuk azt, hogy milyen örömmel, mosolyogva énekelnek, illetve lépnek fel, még akkor is, hogyha esetleg nem vagyunk sokan, akkor örülünk annak, hogy egyáltalán itt lehetünk ezen az estén. Számomra nagyon szép az, ahogy a magyarországi horvátok az őseiknek a kultúráját, nyelvét megőrzik és továbbadják. A mostani adventi gálán közel 50 diák állt színpadra a műsor során.